Az Arany Málna díjat a legrosszabb filmért és színészi alakításokért osztja ki minden évben a Razzie, amely idén a színész 8 alakítását is jelölte, írja a CNN. Miután azonban Willis családja bejelentette, hogy afáziával küzd, visszavonták a díjakat. Az afázia általában agyvérzés vagy fejzérülés után jelentkezik, és erősen befolyásolhatja a beszéd, írás és nyelvértési képességeket. Willis ezért felhagy a színészkedéssel. A színész alakításait a róla elnevezett kategóriában, a legrosszabb színészi játék Bruce Willistől 2021-ben jelölték, végül pedig a Kozmikus bűn című filmben játszott szerepét emelték ki. Hosszú gondolkodás és mérlegelés után az Arany Málna kiosztói úgy döntöttek, hogy visszavonják a Bruce Willisnek adott Arany Málna díjat a közelmúltban nyilvánosságra hozott diagnózisa miatt, áll a szervezet friss közleményében. Ha valakinek az egészségi állapota befolyásolja döntéseit, és vagy teljesítményét, elismerjük, hogy nem helyén való Arany Málnát adni neki. Szerdán a szervezet még nem vette annyira komolyan a dolgot, a Twitteren például az együttérzésük kifejezése mellett vicces megjegyzéseket is tettek, és kijelentették, nem törlik a kategóriát, majd magyarázkodni kényszerültek, és többek között azzal védekeztek, Willis gondozóinak nem lett volna szabad engedniük, hogy a színész legenda a diagnózisa ellenére is tovább szerepeljen filmekben, hogy megóvják a hagyatékát. Az Arany Málna kiosztói ezzel egy időben visszavonták Shelley Duvall díját is, akit 1980-ban a Ragyogásban nyújtott alakításáért jutalmaztak a legrosszabb színésznőnek járó díjjal. Később kiderült, Duvall teljesítményére hatással volt az, ahogy Stanley Kubrick bánt vele a produkció során, a színésznőt annyira megviselte a forgatás, hogy évekig mentális problémákkal küzdött.